Nagykőrösön egykor nagy sikerű mozi működött, mondta a polgármester dr. Cira Szabolcs. Most is abban reménykednek, hogy a lakosok rendszeresen látogatni fogják majd az új létesítményt. Nagy kihívás nekünk elsősorban a televízió, az internetvilága, a letöltések, de azon kívül Kecskemét, a maga pláza moziaival, de én nagyon remélem azt, hogy meg fogják szeretni, mert a technikája ennek a mozinak ugyanolyan technikával rendelkezik, mint a legmodernebb filmvetítéseknél. A nagykörösi mozi az ország 42. ártmozia és 64. ártterme, mondta az Ártmozi Egyesület elnöke Bakos Edit. Köszönöm Nagykörös város önkormányzatának, a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ vezetésének, azoknak, akik fejében az ötlet megszületett, akik támogatták az elképzelést, akik megteremtették a megvalósítás anyagi alapját, és a tervek kivitelezőinek, mindazoknak, akiknek köszönhetően Nagykörös bekapcsolódhatott az Ártmozival rendelkező városok nem nagy számú, de annál lelkesebb közösségében. A város nagy sikerű mozia közel 10 éve zárt be, így biztosan változásokat hoz majd Nagykörös életébe az Ártmozi, mondta a Nagykörösi Művelődési Ház igazgatója László Ditta. Azt gondoltuk, itt a járásba és a környező településeken is tudnánk hirdetni, és bejönne ez a lehetőség. A vágyaink akkor teljesültek, amikor a Emberi Erőforrások Minisztériuma kiírta a pályázatot, amit az önkormányzat, mint fenntartónk, megpályázott, és meg is nyertünk. Egy picit hozzá kellett adni az önkormányzatnak egy saját őrészt. A közösségi portálokon jók a visszajelzések a mozival kapcsolatban, de természetesen majd a működése során derül ki, hogy mekkora lesz az érdeklődés. Ez egy kicsi 50 fős mozi, de azt gondoljuk, hogy legalább egy félházzal tudunk működni. Nagyon nagy reményeim nincsenek. Ugye a Ceglédi mozi üzemeltetőjével is jó barátom, szoktunk beszélgetni, ott is nehéz a helyzet, Kecskeméten is nehéz a helyzet, tehát hatalmas reményeink nincsenek, de hogyha egy félházzal el tudunk üzemelni, akkor nagyon boldogok leszünk. A vetítések csütörtöktől vasárnapig lesznek a Nagykörösi Arany János Kulturális Központban. Az első előadás délután 4 órakor, az utolsó pedig 8 órakor kezdődik. A moziban nem csak művész, hanem premier filmeket is vetítenek. Pillangó! Mit csinálsz vele? Eleresztem.